Védőfalba. Ott van Tárkányi és Varsandán. Németh Gábor. Figyelni, majdnem eladta a labdát az Orosháza. Pásztor teszi vissza. Sajnos csak a kapu mögötti háló zörgött. Nem sikerül egyenlíteni. Morva húzta fel a labdát Mölgor mellett. Igen, fül melletti lövés volt, kellemetlen a védő szempontjából, csak kicsit túlhúzta. Mölgord. Hansen teszi tovább. Herjecki újabb védése. Hú, figyelni, mert még a kipattanó is nagyon-nagyon veszélyes volt. Bjarke Christensen boxolt bele még egyet a labdába. Tárkányi. És ebből a második félidei produkcióval úgy gondolom mindenféleképpen meríthet az Orosháza a továbbiakra. Nezevics. Morva. Igen, ilyen jelentős vezetésnél mindig ugye ellentétes az öltözők hangulata, meg ráadásul a fiatalok, akik frissen bejöttek, nagyon jól szálltak be, ez mindig lendületet ad. Próbálják azért a portugálok elejét venni ennek a harciaskodásnak, egy újabb kiállítás. Jörgensen a kiállított. Igen, megint hátulról a megfogás, be lehetett fújni érzésem szerint. Újabb egyenlítési lehetőség. Pásztornak kell visszahoznia, ott most nem volt lövőhelyzet, le a szélre. Remek! 18-18-nál egyenlít az Orosháza. Tárkányi Bence újabb gólja. Remek ez a visszapassz is, ahogy ugye befele vitte a védőt, és rögtön ugye behúzódó szélső mellett. És nagyon bátran játszik Tárkányi Bence. Azt gondolom, hogy a lehetőségét maximálisan kihasználja. Négy gólt szerzett a második fél időben. Mondhatjuk, hogy az ő négy góljával egyenlített az Orosháza. És ember hátrányban ugye a dánok. Hú, ez nagy gól volt. Morten Christensen minden dühét beleadta most ebbe a lövésbe, és Markussen kezdett el melegítgetni a dán kispadnál, lehet, hogy visszajön az óriás. Nezevics viszi keresztbe, szép! És nagyon nagyot esett Marko Nezevics. Újabb kiállítás. Klitgord kapta. Nézzük még egyszer. Ú, nagyon. Igen, kitámasztotta, ott lehet látni a dobókarját, és aláforgatta. Nagyon nem tudta kontrollálni tulajdonképpen a zuhanást Nezevics, hiába igyekezett. Ú, gyakorlatilag a fején landolt félig meddig. Igen, a vállalhoz betámasztott, ugye a súlypontja fölött, és átfordította. Remek volt a felugrásos csele, úgy gondolom. Én azt hiszem, hogy teljesen jogos a két perc. Nézzük még egyszer. Nagyon nagyot esett, reméljük, hogy nincsen komolyabb baja. Minden esetre egyelőre nem tudja a kezét fogják, igen. Folytatni. Pedig ő is jól szállt be a mérkőzésbe. És a kezét és a fejét is fájlalja Nezevics. Hát lehet így elnézve ezt az esetet, hogy még egy piros lap is szóba kerülhetett volna ennél a szituációnál, nem? Hát valóban, tehát nyilván sok volt, biztos vagyok benne, hogy ez nem, ez játékidegen, ez az ilyen elem. Megint kettős ember hátrányban a dánok. Eladott labda. Jöhet az Orosháza. Kapufa. Háj, de kár érte Tárkányi. Eddig magabiztosan használta ki az ittszereit. Nem sikerül átvennie a vezetést az Orosházának. És Markussen most már beállásra készen. Az ő bombáira megint szüksége lehet a dán csapatnak. Mölgord kap különőrzőt, Tárkányi figyel rá. És Markussen már is a pályán.
Morten Christensen. Markussen is külön őrzőt kap. Németh Gábor van mellette. Németh 196 centi, de így is hatalmas mellette a dán átlövő. Visszafújják a szituációt a portugál játékvezetők. Ezt szépen megcsinálták, ezt el kell ismerni. És talán Erjecki még hozzáér, de hárítani már nem tud. Bergholt talál be. És újabb labdaszerzés Dán részről. Strandig veszi üldözőbe az induló embert. Rasmussen gólja. Már hogy így jöttünk ki ebből, sajnos ugye egy kettes minusszal. Sajnos mellé megy az újabb lövés is Morvától. Talán egy kicsit elkapta a harci hév az orosházi együttest. Igen, az elején gyakorlatilag, hogy amikor minden sikerül, akkor ilyenkor szokott lenni egy ilyen holdpont, és most ezt látjuk, hogy a Tárkány ez egyszerre, hogy a kapufa, kimaradnak azok a helyzetek, itt lekontrázza vissza a csapatot, úgyhogy ezen kell átlendülni. Ez a hullámzás sajnos minden mérkőzésben benne van, csak aki kevesebbre tudja a negatív fázist hozni, az uralja a meccset. Ragard, újabb bejátszás, és újabb gól. Megpróbálnak azért a dán cserejátékosok is minél többet hozzátenni. Kapust is cserélt egyébként a dán csapat. A hazaiak pedig időt kérnek, mert az egyenlő állás után ellép a dán együttes, és 22-19-re vezet a Skjern. Hallgassunk bele a hazai időkérésbe. Gyors lövés, kettőszor, vissza, kettő gól. Miért gyorsabban? Ember előtt. Lerakulás? Nincs! Nincs! Zicser! Hosszú támad! Milan! Beálló! Schreining! Anon! Gábor! És Bence! Várod! Nem! Bence! És Pasti! És vissza! Üt-egy! Csere! Csere! Áron, csere, Áron, Berta itt, nem csere, Áron, ott, Schreining itt, Milan Flaster, Markussen, nem csere, Flaster, Markussen, jó, és, látod kereszt, most, gyerünk, kettő, Áron, támod, tulajdonképpen ez egy fontos periódusa volt a mérkőzésnek, hiszen az Orosháza, ahogy említettem, ebből a teljesítményből, amit itt produkál a második fél időben, mindenféleképpen meríthet. Nagyon fontos találkozó vár egyébként a Gyöngyös ellen az orosháziakra. Ez jelentősen befolyásolhatja a bajnoki terveket a hazaiaknál. Nagyon-nagyon készülnek arra a találkozóra Vladán Jordovics tanítványaik. Nezevics nem túlságosan jól festott az orosházi kispadon. Könnyen lehet, hogy ő is agyrázkódást szenvedett. Közben dán védés, és újabb kettőperces kiállítás. Remek leforgás volt, hadd dicsérjük meg az Áront, remekül a lövőcsel után a rosszul helyezkedő védő mögött, és újabb két percet tudott kiharcolni. Lehet látni, ahogy gyönyörűen visszafordul. Érvénye kéne jutni ezt a fölénytelt gólokban. Sajnos az előtt nem sikerült túl jól a kettős ember for. És újabb hatalmas lökés. A kétkezes lökésért megint kettőperces kiállítás jár. Németh Gábor került a földre. Igen, a lövők annak az agresszív támadását büntetik így. Ugye nyilván ez a Nezevics eset, ez azért ugye figyelmeztető volt egy kicsit. Ők is elgondolkodtak, és igyekeznek elejét venni nagyon helyesen, hogy amiről beszéltünk, hogy itt véráldozatok nélkül menjen a meccs, inkább a játékról szóljon. Igen, a dánok is talán egy picit, mintha könnyebb visszavágóra számítottak volna, és most ez nem tetszik nekik. Úgy fest, hogy az Orosháza úgymond szívja magát, és igyekszik minél jobb eredményt elérni. Sajnos megint kettős ember előnyben eladja a labdát az Orosháza, pedig most hívta fel Vladán Jordovics a figyelmet arra, hogy kettős ember előnyben nincs gyors akció.
Igen, hogy hosszabban készítsék elő, tehát biztos gólhelyzetik, félhelyzeteket ne vállaljanak el. Itt a lelkesedés, a fiatalosság viszi el ilyenkor őket. Mind a két oldalon kapuscsere volt, hiszen érkezett a pályára Ivanisevic is. Kárkányi szabálytalankodott. Markus szem mellett különőrzőt, most nem lehet megjátszani. Pásztor állítja meg az akciót. Eladott labda Dán részről. Strandig mehet Zitzerben. És Strandig vágja be. Az első fél időben neki is nagyon jó periódusa volt. Érdemes nézni a halászást, ahogy remek ütemben a váltadásba belelépett, és az Zitzerét is szépen lövi. Igen. Passzív oldalra a kapusnak. Na túloldalon meg ez van, hogyha Markussen fel tud gyorsítani és el tud indulni. De a szélre, sajnos túlságosan is. Kicsit mintha azt érezném egyébként, hogy az Orosháza megijedt a lehetőségtől, hogy meg lehet szorongatni ezt a dán együttest. Igen, a fiatalok nagy különbsége minden mindegy appon beszálltak. Utána, amikor szoros volt, ugye nyomta a tétőket, akkor már jobban jött a hiba. És most sietetik, tehát ugye ahelyett, hogy a taktikai fegyelmet gyakorolnák, inkább impulzívan játszanak, és emiatt volt ezek a eladott labdák. Közben teljes létszámban most már a dánok. Berkolt megy be a falba, de nem sikerül betenni hozzá. Strandig. Strandig lendületből. Németh Gábor lassítja egy picit az akciót, illetve Varsandán nyugtatja a társakat. Most kellene közelebb kerülni egy jó fölépített támadásra. Strandig. Varsandán, Strandig. Németh Gábor. Húha, ott megint nagy birkózás volt. Igen. Gyakorlatilag magával rántotta Bergholt a magyar játékost. Összeakaszkodik ott a két kézilabdázó. Igen, hát ez lerántás. Igen, a folyamatos keresztmozgások, hogy egy balkezes játékos átemelése után meg tudta csinálni, fölé tudta vinni a labdát, ő pedig utána, ahelyett, hogy elengedte volna, és a szembe jövőnek hagyta volna, ő belekapaszkodott. Ez valóban hátulról történő szabálytalanság. A mérkőzés ennek a szakaszában általában 2 percet jelent. Ez nagyon-nagyon kemény lett a második félidő, az elsőben alig-alig volt kiállítás. Most a másodikban szórják az ítéleteket a játékvezetők. Strandig, nagyon szép! Az 5. gólja Strandig Jánosnak. Kinéz a kispadra is, onnan is kap egy kis dicséretet. Meg a csapattársaktól is. Igen, most védekezésbe kellene egy jó momentum, hogy ez a kettős ember fogást jól megoldani a hátul lévő 4 embernek. Strandig szabálytalankodik, Markussen szeretne közelebb férkőzni. Igen, most ugyanazt visszaadta, hogy hátulról belekapaszkodott, és ugye most a játékvezető ugyanúgy ítélte meg, hogy hátulról belekapaszkodott, és tulajdonképpen egalizálta az előző ítéletet. Morten Christensen beszéli meg Strandiggal, miközben Markussen gólja. Hát amikor valaki ilyen magasságba fel tudja emelni a labdát, egészen elképesztő. Hát igen, az a labda magasság, az a kapus nagyon, nagyon nehéz helyzetbe hozza, és ugye nem tudja, hogy mit csinálja, mikor induljon el. Most is ez történt, hamarabb elindult a hosszú zsarokra, és visszacsapta a rövidre. Üres a magyar kapu. Morva érkezett vízkapusként. Na igen. Igen, ezt be lehetett fújni belemenésnek. Talán egy kicsit későn fújt, tehát hogyha már akarta, valahogy egy kicsit mérlegelt ott, úgy gondolom. Valóban be lehetett volna fújni, de láttam már olyat, amikor tovább engedték ebben a szakaszában.
Kár érte, mert így visszaállhat gyakorlatilag a félidei. Hát igen, így az ismétlés alapján szépen eljátszotta a dán játékos. Igen, és nem is ő belé ment, inkább a kettesbe, ott a szélső csak eldobta magát. Mazics védekezett keményen, lekerül a szélre a labda. Hát ott elégében volt Bjarke Christensen lába. Most viszont nincs bent a lába, a labda viszont igen. Igen, az előbb remek faultból passzokat láttunk ott a végén, talán az olyan 7 méteres gyanús is volt. Most viszont, ahogy középről egy lövőcsöves húzás után a szélre kijátszották, ez szintén ez a pozíciójáték, és a dán szélsőknek a lövés repertoáját remekül lehet látni. Nagyon nehéz ellenük igazán védeni. Megint Morva viseli a megkülönböztető mezt. Bekerül a szélre a labda. Ajjaj, ezt most túl kombinálták az orosháziak. Ez egy tudatos vigora volt, légidobásra jött volna középre, meg is volt a hely, csak kicsit lapos volt a labda. Markussen beállásával újra felpörög a dán gépezet. Bjarke Christensen gólja. Igen, és ahogy kiadta, az is egy, azt gondolom, nagyon-nagyon jó passz volt. A szélső teljesen beúszta, úgyhogy tulajdonképpen egy zicser dobott a szélen játszó játékos. Az utolsó 10 percen belül vagyunk, 5 gólra növekszik a dánok előnye. Pedig ugye volt döntetlen is itt a második félidőben, ez pedig büntető. Jörgensen szabálytalankodott. Nagyon jó a Stroningenőnek a indulókészsége, és itt gyönyörűen kihasználja, hogy beakasztja. Szerintem buta volt a védő, itt már nem kellett volna akciózni neki, de viszont a Jani dicséri, hogy ezt 7 méteresig vitte. És újra a pályán Knezevic. Igaz, a szemöldöke úgy néz ki, mintha legalábbis Vitali Klicskóval találkozott volna. Viszont a hetest így is bevágja. Rendben van ez a fej, tehát lehet látni, hogy tudta, hogy mit akar, megmutatta a fej fölötti területet, és nagyon gyors mozdulattal oda a derékláb mellé, ő helyezte ki a labdát. Laursen kapja a gólt. A dánok cserekapusa nem sokat találkozott még a labdával. Pedersen azért jobb teljesítményt nyújtott, inkább a orosháziak hibáztak, amikor kimaradt a lehetőség, kimaradt az akció. Ugyan nagy kapufa volt. Strandig labda szerzése. Figyelni, nehogy lépés legyen belőle, Strandig. Ezért most megint kár, ráadásul a dánok indulnak. Igen. Minden ilyen hátulról történő szabálytalanságot eléggé konzekvensen kiállításnak fújnak be a portugálok. Igen, ez a hát mögött történő, úgynevezett no look, tehát passz, amit a Jani Stranig akart, ugye nagyon mély volt, és utána lehetett látni, hogy azonos oldali szélse egyből visszatámadott, tehát ezt a játékot nagyon jól tudják a dánok, hogyha hiba van, akkor pillanatokon belül büntetnek. És ki is használják az ember előnyt Hansen révén. Megint jön a kapuscsere, és megint Morva érkezik a pályára. 5 gól a különbség. Morva. Strandiggal az összjáték. Mazics érkezett, Marsandán. Nem üres a kapu, viszont így sem lesz egyszerű dolga. Ivanisevicnek csak hozzáér a labdához, hárítani már nem tud. Mikkelsen eredményes. Ez nagyon fölé ment, és közben jó nagyot esett ott Mikkelsen, elcsúszott alig, hanem egy izzadság folton. Mutatják is a dánok, hogy hol kérnek törlést. Kár ezekért az elkapkodott orosházi akciókért, mert
Ott 19-19-nél úgy érezte az ember, hogy egészen szoros lehet akár a végjáték is. Igen, a győzelem lehetősége is megvolt, úgy gondolom, mert a fiatalokat dicsérni kell. Talán azt gondolom, hogy ott már meg visszahozták azokat a rutinosabb játékosokat a dánok, tehát nyilván látszik, hogy győzni jöttek ide, tehát a győzelmet azt meg akarják szerezni, és azt gondolom, hogy ez a kettő együttesen hozta ezt, hogy újra nagyobb a különbség. És most irányító poszton Milan Mazic, már is megy be a falba. Csak az ember hátrány miatt jött oda be középre, de most már teljes létszámban a hazaiak. Jobban jött ki egyébként ebből a kiállítás zuhatakból a dán együttes. És megint megkapják a dánok a labdát. Beálló szabálytalanságát ítélték meg, tehát az elzárást, amiről beszéltünk. A védések. 29%-os a dánoknál, 32% a magyar csapatnál, és inkább Herjecki nevéhez fűződnek azért ezek a védések. Ez is bent van. Igen, visszatért arra a magabiztosságra, arra a magabiztos játékra a dán csapat, amit az első félidő nagy részében láthattunk. Volt ott egy pici hullámvölgy, amit igyekezett minél jobban kihasználni az orosháza. Talán a fáradtság is belejátszik már azért abba, hogy megint a dánok fölényben. Igen, a fiatalok úgy gondolom nagy lehetőséget kaptak ezen a mérkőzésen. Budai nagyon keveset játszott. Igazából a fiatalokat, és látszik, hogy amikor elfáradtak, akkor már többet hibáznak. Lekerül a szélre a labda. Jó a pattintás Mászortól. Viszont ez a dán kézilabda, iszonyatosan gyorsan tudnak indulni. Morten Christensen gólja, és időt kér még Ladan Jordovic a meccs befejező szakaszára. Itt van Pásztor gólja, és hihetetlen gyorsan, gyakorlatilag az ő helyén indul az akció, amiből érkezik a válasz. Hát igen, az a szélső. Fokosan játszunk! 5-1! Most másik oldalra, jó? Csak szélesen. És fiúk, támad, 5-1. Hármas, svéd, jó? És egy Igor. Hosszú támad. És kell visszafutás. Nem gól, gondosan kezdi. Vissza. Itt videkész. Játszik 5+1. Faster 1. Odoro. Nem játszik 2-2. Rizik. Picit rizik. Kocka picit. A lövés 9 méter. Jó. Gyerünk utolsó. Gyerünk. Ahogy említettük, a dán csapat a negyedik mérkőzését játssza az EHF kupában. 2x36, illetve 1x40 gól. Azt hiszem, hogy abszolút megérdemelt az, hogy ott lehetnek a csoportkörben, sőt, vannak olyan vélemények, hogy ennél is bátrabb tervei lehetnek a dánoknak. Majd látjuk menet közben, hiszen ugye van magyar érdekeltség is, hogy mennyire kell figyelni az Kjern gárdájára. Igen, Final Four-ra esélyes csapatnak látom én is, tehát nagyon komplett, nagyon tudatos, és most ugye gyakorolják az 5-1-et, tehát amiről beszéltünk az elején, hogy több védekezési variációt, ami az általában dán iskolára nem nagyon jellemző, tehát most igyekeznek a repertoárt bővíteni. Varsandán lövése zúgott el a kapu felett. Hansen hozta el keresztbe, és hiába véd Ivanisevic Mikkelsen ellen volt egy szabálytalanság. Úgyhogy büntetőt végezhetnek el a vendégek. Ezeket a keresztmozgásokat nem tudjuk tartani, hogy oda behúzza, és abban a pillanatban már is ott volt a szakadás a védelemben. És ez a ritmuskészség, ahogy megtámadják ezeket a réseket. Morten Christensen büntetője. Maga biztosan megoldja. Igen, megtáncoltatta a kapust, utána alá pörgetett, majd lehet látni, hogy táncol a kapus, és utána vissza a jobb láb mellé. És a végére elég nagy lesz most már a különbség, hiszen 10 gól környékén a dánok előnye. Elég néhány perccel ezelőtt még 19-19-nél döntetlen volt. Strandig.
Őt állítják meg. Marsandán Strandig. Ebből csak szabad dobás lesz. Nem sietnek egyébként a dánok, hiszen az éjszakát még itt töltik Orosházán, és holnap utaznak haza. És kettős győzelemmel jutnak tovább az EHF kupában. Mazic. Végezhet el még egy szabad dobást. Strandig. Strandig kapja vissza, ott volt egy pici rés. Kiharcol egy hetes Strandig. Igen, lehet dicsérni megint ugyanezzel, amiről beszéltünk, hogy nagyon agresszívan támadja meg azt a tempót. Lehet ezen vitatkozni, mert nyilván, de azt gondolom, hogy ezt ki kell használni, hogy a játékvezetők, ha így ítélik meg, akkor azt be kell vetni, azt a fegyvert. Nezevic érkezik megint, hogy elvégezze a büntetőt. Laursen marad a kapuban. Megoldja Knezevic. Nagyon, nagyon jó keze van láb közé, ahogy nagyon pontosan megtudta, nagyon széles terpez van a kapus, és abban a pillanatban nagyon jó ütemérzékkel tudja előni. Most vegyes védekezés a Orosháza részéről, hogy emberfogás. Nagyon-nagyon pontosan lőtt a mérkőzés során az Kiern, és ez is befelé pattan. És az utolsó két percen belül vagyunk, Skalicki Lászlót arra kérem, hogy válasszon a hazai csapatból, ki volt véleménye szerint a meccs legjobbja az orosházi együttesből. Én úgy gondolom, hogy a Herjecki Balázs nagyon jól védett, a Stranigen nagyon remekül játszott a mérkőzésen, a Tárkány nekem üde színfolt volt ebből a helyzetből, mindenki igazából akart a csapatjáték, de talán úgy gondolom, hogy most a Herjecki Balázsnak adnám én ezt a lehetőséget. És akkor vele hallhatnak majd egy interjút a lefújást követően. Az Orosháza megpróbált minél szebb eredménnyel búcsúzni. Ennyire sikerült, ennyire futotta, a végére el is fáradt egy picit az orosházi együttes. Ez a hat meccs úgy gondolom, hogy az EHF kupában nagyon fontos tapasztalatokkal szolgált az orosháziaknak, és ezt majd a magyar bajnokságban lehet kamatoztatni. Még egy kiállítás a végére, egészen elképesztő kiállítás mennyiség itt a második félidőben. Itt is, ott is. Kemény volt a csata, ez mindenféleképpen ezt jelzi. Igen, a játékvezetők latinos felfogása, amit beszéltünk, tehát ez a spanyol iskolának, ahol nagyon kevés megállító fault van, karolás szinte nem, hanem bevezetik területekre, ők ezt konzekvensen alkalmazták, és ezért volt ez a sok kiállítás. Még egy magyar akció belefér, és még egy gól is. Marsandán talál be, és a dánok már nem akarják ezt ellőni. Kettős győzelemmel jut tovább tehát a Skjern az EHF kupában, hiszen a hazai 40-20-as győzelem után 32-25-re nyer. Skalicki Lászlótól szeretnék kérni egy kis összegzést a meccsről. Én úgy gondolom, hogy az Orosháza nagyon jó fölfogással jött a mérkőzésbe, mindenkinek adott lehetőséget arra, hogy bebizonyítsa, nemzetközi rutint szerezzen, a játékosai éltek, és ezzel 19-19-nél ott volt, hogy egészen a meccsbe jöttek. Én azt hiszem, hogy ez az egész kupasorozat jó tapasztalatot szolgál, ad nekik arra, hogy a későbbiek hogyan dolgozzanak a magyar bajnokságban, illetve ezek a fiatal játékosok minél több rutint tudtak szerezni ezáltal, és a munkában, edzés munkában tovább tudnak előrelépni. Skalicki Lászlónak köszönöm szépen, hogy itt volt, a nézőknek pedig egyelőre a figyelmet, de ne feledjék, rövidesen jövünk egy interjúval. A végeredmény tehát Orosháza, Skjern 25-32.